79-től vagyok voltam a Madách Színház tagja. Szinte minden ember életében elkövetkezik egy olyan időszak, amikor befejeződik valami, befejeződik az éj, a pályája. Még egy mese érkezett el egy fordulóhoz, egy színészi pályó meséje. Van egy kollégám, egy csodálatos, nagyszerű színész, akit én 1972-ben ismertem meg, számtalan nagy klasszikus alakítású, Shakespeare-es Csehó fűződnek a nevéhez, és ez a kollégám visszavonult Széli Pákától. És azt gondoltam, hogy minden egy méltó alkalom arra, hogy megköszönjük tőle. Azt teszem én csak, amiben kedvem lenne. Szóval a Hevesi Sándor téri régi Madách Színházban, az 59-ben volt. Aztán ide költöztünk ugye a körútra. A legszívesebben egy-két Csehov darabra emlékszem, Trofimovra, a Cseresnyés kertből, vagy Ádám Otto utolsó rendezésében szintén a Cseresnyés kertben játszottam az öreg Gaja, már az öreg Gajavet. Még egyet mondanék, ami a legkedvesebb emlékeim közé tartozik, az ugyan a Madách kamarában történt, az a Márkus László féle játék a kastélyban, amiben Almádit, a színészt játszottam, akinek meg kell tanulnia azokat a elmondhatatlan hosszú francia neveket, például olyasmiket, hogy asszonyom, hogy megcsal a szomszédommal ezzel a François Gillet de la Tour d'Auvergne már kivalakivel naponta órákig üget a Duvernois sur Saint-Antoine a Saint-Sulpice de la Grande Parmentier felé vezető úton a fene egyenek. Szeressék továbbra is a Nagy Betűs Színházat.